Gulyásleves készült ebédre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház dolgozói számára. Az intézmény egyesülete több kisebb rendezvényt is szervez az alkalmazottaknak. Ezt a fajta családi napot már negyedik alkalommal rendezték a sóstói strandon. A menedzsment részéről egy gesztus a dolgozók irányába. Ezzel szeretnénk megköszönni azt az áldozatos munkát, amit a év 365 napjában teljesítenek dolgozóink. Másrészt egy nagyon fontos csapatépítő rendezvénynek is szánjuk. A mindennapokban fehér ruhában egymás mellett dolgozó kollégák nem biztos, hogy ugyanolyan kapcsolatban vannak egymással, mint egy ilyen rendezvény után. A kórház különböző telephelyein összesen 5000 ember dolgozik. A szombati családi napra 4700 dolgozó és családtagjaik regisztráltak. Minden telephelyünkről jöttek, hála Istennek, tehát valamennyi másik telephelyünkről. És hát én a sok mosolygós arcot, akit látok, az számomra nagyon nagy boldogság. És azt látom, hogy az emberek ezt nagyon szeretik, ezt a rendezvényt. Tudnak beszélgetni, tudnak találkozni, tehát mindenféleképpen egy nagyon komoly, a jövőbe mutató, jó hangulatú dolgot jelent. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a város részéről is támogatva van, ugye, tehát mi egy valóban egy családbarát kórház vagyunk, hisz a város segítségével egy óvodát is üzemeltetünk kórház területén, tehát odafigyelünk arra, hogy a dolgozóink minél nagyobb biztonságban tudják a gyerekeiket és akár az óvodába, és itt pedig úgy szintén egy nagy családként üzemeljünk, mert én hiszem azt, hogy így lehet eredményesen dolgozni. A kórház családi napját egy happarti is színesítette az ebéd után, amit a helyi tűzoltók irányítottak.